दो दारी शादी चल का दी दाता जी चीर दिया दिला विचा लगिया तांगा सीन चावचा दिया बिरहु दिया सांगा चीर दिया दिला विचा लगिया तांगा सीन चावचा दिया बिरहु दिया सांगा बोझा दे बोझा दे दाता जी तो जिंदारी दे तापसा बोझा दे दाता जी दिखा दे दिखा दे दाता जी तो दारी शादी चल दिखा दे दाता जी प्रेम तेरे विच पागली होई याद तेरी विच जिंदारी खोई प्रेम तेरे विच पागली होई याद तेरे विच जिंदारी खोई मिला दे दाता जी सच सतगुरु आना मिला दे दाता जी दिखा दे दिखा दे दाता जी तो दारी शादी चल दिखा दे दाता जी आसी बिछो रहा बरमा जाके आप तो बेटा सचखंड जाके आसी बिछो रहा बरमा जाके आप तो बेटा सचखंड जाके हाथा दे हाथा दे दाता जी सदमन तो पारदा हाथा दे दाता जी दिखा दे दिखा दे दाता जी तो दारी शादी दिखा दे दाता जी दारी शादी खाओ खीर पाजिया के आचाय नुतारो अमृत प्याके दारी शादी खाओ खीर पाजिया के आचाय नुतारो अमृत प्याके पिला दे पिला दे दाता जी सनु अमृत नाम पिला दे दाता जी दिखा दे दिखा दे दाता जी तो दारी शादी चलने का दे दाता जी Ó, adakozó, mutasd meg nekünk darsanod futó pillantását. Hosszú idő óta szomjúság gyötri a szívet, és a mellkast már felsebezte a sóvárgás. Oltsd ki, ó, adakozó, az élet lángolását. A te szeretetedben én őrült lettem, a te emlékezetedben elvesztettem a saját életem. Ó, adakozó, add meg, hogy eljöjjön az igaz mester, az igaz szadguru, és hogy találkozhassak vele. El vagyunk választva az illúzióban, te szacskantban ülsz. Ó, adakozó, távolítsd el elménkről a fátylat. Kirpácsi, jöjj, és add meg nekünk a dársanodat. Hűtsd le a dzsaibot, azáltal, hogy megitatod vele a nám nektárját. Ó, adakozó, itasd meg velünk a nám nektárját. Ó, adakozó, mutasd meg nekünk dársanod pillantását.
Akkor most olvasok egy szöveget, amit már ugyan olvastam, de most ezt került újra a kezembe. Sanjitól, és ez egy kézirat, úgyhogy remélem, hogy boldogulok vele. A mester az igaz barátunk. 1995-ben hangzott el szeptember 1-én a szatszang Ausztráliában. Üdvözlet a legmagasztosabb atyák, Kirpál és Szavan urak lábánál, akik megengedték nekünk, hogy a dicsőségükről énekeljünk. Teljes mértékben az ő kegyelmük mutatkozik meg abban, hogy mi képesek vagyunk itt, a rájuk való emlékezésben ülni. Az ő könyörületességük által vagyunk képesek énekelni a dicsőségükről. Jól lehet a szenteket és a mahatmákat, Isten szeretteit, a mindenható Isten maga küldi erre a világra. Kétféle tökéletes mester vagy mahatma van. Az egyik, akit a mindenható Isten maga küld el, valaki, aki már tökéletessé vált, mielőtt idejött volna erre a világra, mint például Guru Nanak Sahib. Amikor idejött erre a világra, már tökéletes volt, egészen a kezdettől fogva. Ugyanakkor Guru Angad Dev Ji Maharaj oda ment és leült Guru Nanak Dev lábaihoz, és ott nyerte el a tökéletességet. Szóval kétféle mahatma van. Az egyik, akiket a mindenható Isten küld, akik tökéletesen, tökéletes, tehát teljességgel tökéletesek egészen a kezdetektől fogva, a másikok azok, akik a tökéletes mesterek lábainál lelnek menedékre, és ott válnak tökéletessé. Vannak olyan mahatmák, akik emlegették a mestereik nevét. Az írásaikban leírták, hogy ki volt az ő mesterük, honnan nyerték el a tökéletességet, honnan kapták a kegyelmet és a fényt. Ugyanakkor más mesterek nem emlegették a mesterük nevét. Jól lehet az írásaik és a bániaik tele vannak a mesterük dicsőítésével és dicsőségével. A tökéletes mesterek írásait olvasva megtanuljuk, hogy akik elrejtették a nevét a mesterüknek, az nem volt egy jó dolog. Ugyanakkor néhány mester megemlítette a mesterének nevét, mások pedig nem. De ez nem azt jelenti, hogy elrejtették volna a mesterük nevét. A történészek túl nagy jelentőséget tulajdonítanak a királyoknak, és ugyanígy az uralkodó császároknak, az uralkodóknak. Sokat írnak róluk, de nem adóznak semmi figyelemmel, és nem írnak semmit a tökéletes mesterekről. Például olyasmit, hogy kik voltak a mester szülei, hogy ki volt a mester mestere, vagy pedig, hogy hol született. Nagyon kevéssé törődtek a tökéletes mesterekkel, akik a világra eljöttek. Mit teszünk mi emberek általában, amikor a mesterekről beszélünk? Akik olyan sokat áldoztak fel a saját mesterük lábánál. Akik lemondtak a testükről, a tudatukról, az elméjükről,
és a lelkükről a mesterért, és akik oly sok szívát vittek végbe a mesterükért. Amikor ezekről a mesterekről beszélünk, akkor még tiszteletre méltónak is érezzük magunkat azzal, hogy azt mondjuk, hogy nekik nem volt egyáltalán mesterük. Swamiji Maharajnak egy rövid himnuszát mutatom be nektek. 100-125 éve hagyta el Swamiji Maharaj a világot. Akkor hagyta el a testét, és mégis Swamiji Maharaj bizonyos követői úgy érzik és azt mondják, hogy Swamiji Maharajnak egyáltalán nem volt mestere. Annak ellenére teszik ezt, hogy maga Jaimal Singh Ji azt szokta mondani az embereknek, hogy idézet kérlek, ne mondjátok, hogy Swamiji Maharajnak nem volt mestere. Idézet vége. Abban az időszakban is nagyon sok kedves volt, akik jól tudták, hogy Tulsi Sahib volt Swamiji Maharaj mestere. És Swamiji Maharaj az ő áldásait nyerte el. Azt hiszem, itt az van leírva, hogy tényszerűen Swamiji Maharaj csak is Tulsi Sahib áldásaival jött a világra. Igen, itt megjegyezném, hogy ez egy nyelvfordítás, ez a szöveg. Csak azt tud beszélni a kandis cukor ízéről, aki kandis cukrot evett. Tehát az, aki bármit is kapott a mestertől, aki a lelkében békét kapott a mestertől, aki jó téteményeket kapott a mestertől, az ugyan hogyan tudná elrejteni a mesterének nevét? Hogyan tudná azt, tudná nem azt mondani, hogy ő mindent a mestertől kapott. Guru Arjan Devji Maharaj azt mondja, hogy ó tudatom, ó elmém, folyamatosan ismételd azt a szót, hogy mester, 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 mert a mester nélkül én semmi nem vagyok. Hú, a ballok talán, vagy ezt nem tudom, ezt a szót, minden esetre azok a tanítványok voltak, itt meg van csillagozva, akik a szikh guruk udvarában hangszeren játszottak és énekeltek. Tehát ezek a tanítványok, a szikh guruk tanítványai a következőket mondták, akik nem látták a mestereket a világon, azok semmit sem láttak. Guru Arjan Devji Maharaj olyan messzire ment a mestere dicsőítésében, hogy ezt mondta. Akik a saját szemükkel látták a mestert, azok értékessé tették az emberi születésüket. Úgyhogy Swamiji Maharaj a mesterének a dicsőségéről zeng ebben a kis himnuszban. Hallgassátok meg nagy figyelemmel. Minden egyes szó, ami ebben a himnuszban le van írva, nagyon értékes, és hogyha ti szinte elnyeltek minden egyes szót, akkor az meg tudja változtatni az életeteket. Idézet, ó testvérem, ragad, idéz a himnuszból, ó testvérem, ragad meg a mester lábát, szilárd elhatározással. Tedd gyümölcsözővé a mester társaságát, tedd a mester szavait a támaszoddá, és teljes mértékben legyen a tiéd a mester dársanyja. Swamiji Maharaj nagy szeretettel mondja el, hogy mi is az az első, amit tennünk kell. Mindezek előtt a mester által, mindenek előtt a mester által adott rendelkezéseknek megfelelően végezzétek a szimránt, hozzátok fel a figyelmeteket a szemek mögé, és a csillagok, a hold és a nap fölé emelkedve érjétek el a mester lábát belül.
A mester külső lába előtt is meghajlunk, mert annyira drágák, olyan nagyon értékesek. Az a hely, ahová a tökéletes mester helyezi a lábát, az a hely valóban méltóvá válik az imádatra, és az arándoklat helyévé válik. Idézet vége. Azt mondja, hogy az a hely, ahová a tökéletes mester leteszi a lábát, az sokkal szentebb, sokkal értékesebb, mint az arándoklat 68 helye. De mit is jelent az, amikor a mesterek azt mondják, hogy ért el a mester lábát? Azt gondolják ezzel a mondással, hogy miután lezártuk a test 9 nyílását, és amikor a figyelmünket a szemek mögé hoztuk fel, amikor elérjük a 10. ajtót, csak akkor érjük el a tökéletes mester lábát. Tulsi Sahib is ezt mondja, hogy idézett attól a pillanattól kezdve, hogy odaértél, folyamatosan maradj ott. Örvendezz a tökéletes mester lábának. Idézet vége. Tulsi ezt mondja, csak azáltal, hogy ott maradsz, és hogy folyamatosan ott vagy, csak azáltal nyerheted el a békét. Guru Nanak Sahib azt mondta, hogy miután elért oda az ember megkapja a tudásfényét, és megkapván a tudásfényét, az ember megvilágosodik belül, és a tudatlanság sötétje megszűnik. Amikor az igazság szempilla festékét helyezzük föl a szemeinkre, akkor a tudatlanság sötétje megszüntetődik, és a tudás fénye lesz. A tudás fénye válik nyilvánvalóvá bennünk. Úgyhogy minden mester is, és még Swamiji Maharaj is ezt mondta, idézett, mindenek előtt érjétek el a mester lábát. Savan Singh Ji mester azt szokta mondani, hogy idézett, a tanítványnak van egy bizonyos fajta felelőssége. Ez a tanítvány kötelessége, a tanítvány felelőssége, hogy elérje a mester lábát, idézett vége. Ez pont olyan, mint amikor egy tanuló iskolába megy, ott van a tanár, és amikor a tanár látja, hogy a tanuló megérkezett az iskolába, akkor már az ő felelősségévé válik, az ő kötelességévé válik, hogy tanítsa őt, és hogy továbbvigye őt. Ilyen módon ez a mi felelősségünk, a mi kötelességünk, hogy először is érjük el a mester lábát. De általában mi az, amit teszünk? Ahelyett, hogy elérnénk a tiszratilt, a harmadik szemet, ahelyett, hogy elérnénk azt az iskolát, ahová el kellene jutnunk, itt ülünk, imádkozunk és könyörgünk. Arra kérjük a mestert, hogy ó, mester, tedd meg ezt értünk. Vigyél minket ide vagy oda. Gyakran meséltem arról, hogy amikor a hadseregben voltam, Puna városában, amikor a rádiótávírászi tanfolyamot végeztem, akkor az oktatók azt mondták nekünk, amikor idejöttünk ebbe az iskolába, akkor mindegyikőtöknek be kellett csomagolnia. A hátatokon kellett legyen a hátizsák, mert nem tudhatjátok, hogy mikor kapjátok azt a parancsot, hogy menjetek és csatlakozzatok a hadsereghez. És még azt is szokták mondani, nem hiszünk azokban az istenekben és istennőkben, akikhez imádkoztatok, mielőtt idejöttetek volna. Abban a munkában hiszünk, amit nektek adtunk. Úgyhogy először végezzétek el a házi feladatotokat, és utána jöjjetek ide az iskolába. Amikor a világi tanítók is elvárják tőlünk, hogy végezzük el a házi feladatunkat,
amikor elvárják azt, hogy csináljuk meg a munkánkat, és ezután jöjjünk el az iskolába, akkor nagyon jól elképzelhetjük, hogy a szellemiség tárgya ennél még sokkal fontosabb. Mint ahogy a világi tanárok is azt várják el tőlünk, hogy végezzük el a munkánkat. Hasonló módon a mesterünk is azt várja el tőlünk, hogy végezzük el azt a munkát, amit ő adott nekünk. Amikor a tanítvány eléri a belső iskolát, a belső iskolát a mester lábánál. Bármilyen kérdést feltehet a mesternek, és a mester meg fogja válaszolni a kérdését. Most is kérdezünk a mestertől, és most is válaszol nekünk. De mivel nem értük el azt a helyet, ahol a mester jelen való, ezért nem vagyunk képesek meghallani a válaszát, amit a kérdéseinkre ad. Swamiji Maharaj azt mondja, tedd a mester szavait az igaz támaszoddá. Tehát tedd a mester szavait az igaz támaszoddá. Azt mondja nekünk, hogy mindig támaszkodjunk a mester szavaira. És bármit is mond, fogadjuk el azt. Tegyük azt az életünk kenyerévé és vizévé. És ne gondoljátok azt, hogy el kell mennetek és találkoznotok kell ő vele. Vagy egy fél órán keresztül meg kell hallgatnotok. Azt kell kidomborítani, hogy mindig látni akarjátok őt. Tehát azt kell kimunkálni, hogy mindig látni akarjátok őt, és mindig vele akartok lenni. Valójában, amikor ezt a fajta magatartást fejlesztitek ki magatokban, hogy amikor belülre léptek, akkor mindig vele vagytok, akkor lesz ő mindig veletek. Tehát ezt még egyszer olvasom, hogy valójában, amikor ezt a fajta magatartást kifejlesztitek magatokban, hogy vele akartok lenni, hogy amikor belülre léptek, akkor mindig vele vagytok, és amikor belülre léptek, akkor mindig vele vagytok, akkor lesz ő is mindig veletek, vagy ő mindig veletek. Remélem ez így érthető volt. Akkor fog ő mindig elkísérni benneteket, és minden egyes dolgot megtesz értetek. Amikor csak melegetek van, rögtön ott a kezem, nem, elnézést, bocsánat. Amikor csak melegetek van, rögtön ott terem, és még legyezni is akar benneteket. Paltu Sahib ezt mondja. A mindenható Isten azt mondja, hogy ha az imádóim közül, vagy egy szent elkezd izzadni, akkor úgy érzem, mintha vért veszítenék. Idézet vége. Újabb idézet, a mester dicsősége elérhetetlen és határtalan. Csoda szépen énekeld a mester dicséretét. Idézet vége. Szeretettel azt is mondja, hogy a nyelvünknek nincs meg az az ereje, ami által ki tudná fejezni a mester fontosságát, a mester dicsőségét. Mert hogy a mindenható Isten a láthatatlan, ő az elérhetetlen, a kifürkészhetetlen. És nem láthatjuk őt a szemeinkkel. A Szadguru ez a lény, ő ez az edény. Aki látta a mindenható Istent a saját szemeivel, a saját mesterek egye által. A mesterek nem hazudnak. Amit ők mondanak, az teljességgel igaz. És bármit is láttak a mesterük kegyelméből, azt elmondják, vagy leírják. Vagy
vagy csak is arra a dologra utalnak. Az oka annak, hogy miért jönnek a mesterek erre a világra, az az, hogy a mindenható Isten láthatatlan, nem tudjuk, milyen az alakja, milyen a körvonala, milyen színe van. Hát akkor hogyan tudnánk neki szentelni magunkat? Annak, akit nem is láttunk. Ez az oka annak, hogy a mesterek ide jönnek, eljönnek erre a világra. A szeretett úr Kirpal Singh Dr. Johnsonnal együtt egyszer masszázsban részesítette Savan Singh mestert. És Kirpal Singh mester megkérdezte Baba Savan Singh-et. Tehát a szeretett úr Kirpal Singh Dr. Johnsonnal együtt egyszer masszázsban részesítette Savan Singh mestert, és Kirpal Singh mester megkérdezte Baba Savan Singh-et. Mester, milyen a belső alak? Baba Savan Singh így válaszolt. Nézd rám, Kirpal Singh. A belsőben ugyancsak ezt az alakot fogod találni. Ugyanezeket a vonásokat, ugyanezeket a vonásokat. És itt meg van csillagozva ez a rész, és a megjegyzés, ez egyike kell legyen azon példáknak, amikor a mester az egyik tanítványának magyaráz meg valamit, amit a többieknek szán, mert Kirpal Singh mester Baba Savan Singh-et belül már 7 évvel azelőtt látta, hogy fizikailag találkoztak volna. Mivel, hogy nem tudjuk, hogy néz ki Isten, ezért, hogy megmutassa nekünk, hogy arra késztessen minket, hogy az Isten áhítatát végezzük, a mesterek ide jönnek erre a világra, és elmondják nekünk azt, hogy milyen Isten, hogy néz ki az Isten. Nagyon meglepő dolog az, hogy amikor ilyen kegyelmet kapunk az Istentől, hogy látjuk a mindenható Istent a bensőnkben, hogy miután láttuk őt, meglátjuk ezt az alakot mindenben, még az állatokban is, és hogy számunkra mind a barátok, számunkra mind a barátok, mind az ellenségek hasonlóvá válnak. Vighan Shah a következőket mondta. Ó, Bika, mindkét szemem elégett. Bárhova is nézek, csak is őt látom. Idézet vége. Amikor megkapjuk a mesternek ezt az elbűvölő, gyönyörű, szép alakját belül a bensőnkben, akkor mindenben ezt az alakot látjuk. És úgy, ahogy a kandis cukor elolvad a vízben, hasonlóképpen a mesternek ez a szépséges, elbűvölő alakja felszívódik, és jelenvalóvá válik az összes létező teremtményben, minden dologban. Bárhová is nézünk, csak is őt látjuk. De milyen a helyzetünk jelenleg? Azt mondjuk, hogy az illető Brahman, vagy az illető a szik, hogy alacsony kasztból való, vagy magas kasztból való, vagy egy amerikai, vagy indiai, és rendelkezünk az összes ilyen különbségtétellel. De attól a pillanattól kezdve, hogy a mesternek ez az elbűvölő, szépséges alakja megnyilvánul a bensőnkben, utána minden különbség véget ér. Mert mi mindenben csak a szeretett mesterünket látjuk. És ezek mind, vagy mindezek a miénké válnak. Vajon egy ilyen mester olyan nevelést ad nekünk, hogy harcoljunk egymással? Vajon olyan utasítást ad nekünk, hogy kritizáljuk egymást? Nem, kedveseim.
csak a mindenható Isten imádatát fogja nekünk tanítani. Csak azt a tanítást fogja adni nekünk, hogy mindenkit szeressünk. Ezért mondja itt Swamiji Maharaj, hogy a mester maga az Agam, ő az elérhetetlen, ő a láthatatlan, és az ő fontosságát, az ő dicsőségét nem lehet szavakkal leírni. Guru Arjan Devji Maharaj a következőket mondja, idézet, hogyan is tudnánk dicsőíteni a mestert, hiszen ő képes arra, hogy mindent megtegyen, ő mindenható, mert ameddig a mesternek a fizikai testünk, ameddig a mesterek a fizikai testükben vannak, addig nagyon alázatos, nagyon kicsi hát itt az van írva, hogy típusú életet élnek. Ezt most hirtelen nem tudom más, hogyan kellene ezt ebben mondani. És még ha tesznek is valamit, még akkor sem tárják a szemünk elé az erejüket. Még akkor sem fognak véghez vinni semmiféle csodát. Még hogyha valamit kapunk is tőlük, vagy részesülünk a darsanyukban, és elmegyünk, és azt mondjuk nekik, hogy mester, oly sok mindent tettél értünk. Vagy pedig, hogy ilyen és ilyen darsant adtál nekünk. Még akkor is egyszerűen csak annyit mondanak, igen, ez a mesterem kegyelméből való, vagy kegyelm által való. Bármi történik is, ők mindig azt a saját mesterüknek tudják be érdemül, hogy a saját mesterük érdemének tulajdonítják. Idézet, őrizd a mestert a szívedben. Kál hatása akkor kitörlődik. Idézet vége. Swamiji Maharaj nagy szeretettel azt mondja, hogy nincs olyan hatalma, és nincs olyan ereje a negatív erőnek, ami megzavarhatna téged, hogyha rendelkezel a mester szimránnyával a nyelveden, és hogyha a szemeid, és hogyha a szemeidben a mester alakját hordozod. Kedveseim, amikor aludni mentek, akkor mindig emlékezzetek a mester alakjára. A mester szépséges alakját idézzétek a szemetek elé, és végezzétek a szimránt. Még akkor is, ha csak egy pár percig teszitek ezt. De mielőtt elaludnátok, mielőtt lecsuknátok a szemeiteket, emlékezzetek az ő alakjára, végezzétek a szimránt. És akkor egészen biztos, hogy nem lesz rém álmotok, és soha nem lesz semmilyen rossz álmotok. Akkor feltétlenül részesülni fogtok az ő darsanyában. Idézet, mondjatok le a szenvedélyek iránti vágyról. Fussatok el erről a világról, itt hagyva minden kívánságotokat. Idézet vége. Swamiji Maharaj azt mondja, hogy olyan nagyon sok gyönyörnek adtátok már át magatokat, olyan sokféle ételben volt már részetek. És még ezek után is soha nem mondta azt az elmétek, hogy elég. Mivel, hogy eddig nem mondta, hogy elég, akkor mit gondoltok, mikor fogja azt mondani, hogy elég? Mondjatok le tehát az összes élvezetről, az összes gyönyörről, és kezdjetek el foglalkozni a nám meditációjával. Amikor elkezdtek foglalkozni a szatnám meditációval, akkor a tudatotok elfordul majd a világ gyönyöreitől. Kedveseim, csak a kezdet nehéz. De amikor a szívügyeteknek tekintitek már azt, hogy ha szokássá teszitek, hogy megszabadultok a világ összes gyönyörétől, és az ebbe való önátadástól,
akkor nagyon nehéz lesz számotokra már visszatérni ezekhez a rossz szokásokhoz. Idézet, kívánjátok a mester sapját, kívánjátok azt, hogy a mester lábánál maradjatok. Ezzel azt mondja, hogy csak meg kell változtatni a gondolatunkat. Most olyan gondolataink vannak, hogy ezt kell tennünk, vagy azt kell tennünk. Hogy ezt vagy azt kell tennünk a világon. Ezt kell megcsinálnunk, vagy azt kell megcsinálnunk. Állandóan világi terveket készítünk. Ahelyett, hogy a világ dolgait terveznénk, meg kell változtatni a tervezésünket, meg kell változtatni a gondolkodásunkat. És bármit is szükséges gondolnunk, és bármit is szükséges terveznünk, mindig a mesterért kell ezt tennünk, mindig azt kell gondolnunk, és mindig azt kell terveznünk, hogy a szimránt végezzük. Kedveseim, ez olyas valami, amit jól át kell gondolnatok. Hogyha nem változtatjátok meg a gondolataitokat, akkor akár egy órán keresztül is, amikor a meditációban ültök, hogyha precízen végig analizáljátok ezt az időt, és végig gondoljátok, akkor látni fogjátok, hogy az alatt, az egy óra alatt hányszor vált szárazzá a tudatotok a mester iránt, és hányszor szüntetek megvégezni a szimránt, és hányszor mentetek bele, vagy vissza a világba, és hányszor távoztatok a mestertől. Kedveseim, ez is azoknak a dolgoknak a része, amit ki kell töltenetek a naplótokban. Mi emberek azt írjuk a naplónkba, hogy egy óra hosszat meditáltunk, és nem jövünk rá arra, hogy ez alatt, az egy óra alatt hányszor váltunk szárazzá, hányszor mentünk el, és hányszor volt, hogy csak ott ültünk, és nem is végeztük a szimránt. Úgyhogy nagyon pontosan és nagyon alaposan át kell gondolni ezt, és analizálni kell, és ugyancsak analizálni kell ezt. Idézet, a vágyakat és a kívánságokat válasszuk el a mestertől, és a tudatunkat kapcsoljuk össze a mesterrel. Tehát a vágyakat és a kívánságokat válasszuk el a mestertől, a tudatunkat pedig kapcsoljuk össze a mesterrel. Amikor feladjuk a világi tervezést, és amikor az elme, a tudat irányát megváltoztatjuk, mivel hogy a tudat képtelen tétlen maradni, akkor vonjuk oda a tudatunkat a mesterhez. Tehát ha megváltoztatjuk az irányát. Idézet, éjjel-nappal maradj a mester gyánjában, azaz kontemplációjában. Soha ne érts meg senki mást, csak a mestert. És akkor így lassan itt félbehagyom, még egy bekezdés. Amikor ilyenné tesszük a gondolatainkat, hogy akár alszunk, akár ébren vagyunk, akár ülünk, akár állunk, bármit is teszünk, de a szimránunk az folyamatosan zajlik, és a mester alakja folyamatosan a szemünk előtt van, akkor ebben az állapotban, amikor becsukjuk a szemünket, amikor aludni térünk, akkor is ott marad előttünk a mester alakja. Amikor ébren vagyunk, akkor a mester alakját látjuk magunk előtt állandó jelleggel. Amikor elalszunk, vagy felébredünk, akkor a szimrán folyamatosan történik bennünk. Már megvan bennünk az a szokás, hogy végezzük a szimránt, úgyhogy nem túlságosan nehéz kifejleszteni a szimránnak ezt a fajtáját, amit az előbb említettem. Tudjátok, hogy amikor az orvosok elvégzik a munkájukat, elvégzik a saját szimránjukat, akkor a gyógyszereikre emlékeznek, és abban a pillanatban
ahogy meglátnak egy pácienst, attól a pillanattól kezdve megjelenik előttük az a gyógyszer, ami majd a páciens hasznára válik. Ők képesek vizualizálni a betegséget, és vizualizálni tudják az orvosságot is. Jó, itt most további példák jönnek, úgyhogy akkor majd legközelebb folytatom ezt a szatszangot. És bocsánat, egy kicsit túlmentem, Radaszvámi, úgyhogy aki tud, maradjon egy kicsit meditálni, és akkor hát óra 5-kor, akkor jelentkezem. Jó meditációt!